sziasztok! Egy nagyon népszerű ételt készítettem el, és ez nem más, mint a gombaleves, ugye ezt is nagyon sokféleképpen lehet készíteni, különböző fűszerekkel. Nézzétek meg, hogy hogyan készítjük. Először melegítünk egy kis zsiradékot. Ez nálam kókuszsír. Ez egy jó nagy evőkanálnyi. Amikor felmelegedett a zsiradék, akkor 2 nagy fej hagymát és 5 gereszt fokhagymát, nekem az a hagyma alábár be van szelve, ráteszünk. Ezt lehet látni, hogy ott a fokhagyma. És ezt most szépen megpirítjuk. Amikor már ilyen szép üvegesre párolódott a hagymánk, akkor hozzáteszünk egy nagy összevágott paprikát. Amikor a paprikánk is már így megsült, akkor teszünk rá, nem sajnáljuk, piros paprikát, ez nyugodtan mehet egy 2 evőkanálnyi, és ezt is gyors mozdulatokkal, hogy nehogy megégjen, egy picit megpirítjuk, és egy pici vizet öntünk hozzá. És most rátesszük a paradicsomot, ez egy nagy paradicsom. Tulajdonképpen egy ilyen pörkölt alapot készítünk, még teszünk borsot, ez mondjuk lehet egy teáskanálnyi. Egyébként én 750 g gombát fogok felhasználni, és ahhoz teszem ezeket a mennyiségeket. Ide én most teszek rá ilyen jó púpos evőkanálnyi lisztet. Ezt lehet habarással is a végén, de akár rántással is, ki hogyan szeretné, hogy tejfölös, nem tejfölös. És most egy pici vizet. Ugye ezzel sűrűsítjük, valaki étkezési keményítőt használ, mert itt is ugye nagyon sokféleképpen ezt el lehet készíteni. Egyébként én liszt nélkül szoktam, tehát én nem szoktam így nagyon besűrűsíteni a leveseket, csak ezeket azért mutatom meg, mert nagyon sokan viszont szeretik, hogyha sűrű, és akkor megmutatom, hogy hogyan lehet. Milyen módokon besűrűsíteni például ezt a levest, vagyis hogy én hogyan tenném. És akkor most beleteszünk egy nagy fehérrépát, én ennyit használok, és 1 kiló sárga répát vágtam össze. Én nagyon szeretem, hogyha sok van benne, valaki csak pár szem répát tesz bele. Nálunk mindig elég sűrűek a levesek. És igaz, hogy a gomba így kevesebb, mert ugye 750 g. De sokkal tartalmasabb így enni. És akkor felöntjük vízzel. Az a lényege, hogy a gombát ugye ezt jóval később fogjuk beletenni, mert a répának már mondhatni majdnem meg kell puhulnia, mert a gomba pillanatok alatt el fog készülni. És én ehhez teszek még 2 leves kockát, aztán meglátom, hogy szükség lesz-e még másikra. Én ilyenkor vagy erőleves kockát szoktam, vagy tyúkhús leves kockát, éppen milyen van itthon. Leves kocka helyett természetesen lehet benne beletenni csak sót is. Ha mondjuk én egy evőkanálnyi sót beletennék ebbe a mennyiségbe. Még teszek bele, találtam a hűtőben egy darab zellert, ezt leszoktam fagyasztani. Illetve teszek bele egy kis csokor petrezselymet, és itt nem látszik mellette, de ez zeller, 3 szál ilyen kis zellert, ezeket is a fagyasztóból tettem ki, mindig vannak itthon ilyenek.
A zeller az abszolút elhanyagolható, nem mindenki teszi bele. Valaki tesz még bele zsáját, tesz bele majorannát. Hát ezek is mindig attól függ, hogy ki hogyan szereti, és milyen ízvilágot szeretne elérni. Ki lehet ezt is, azt is próbálni, és akkor így kikísérletezi az ember, hogy melyik az, ami neki a legjobban ízlik. Most, hogy felforrt a víz, így most fogjuk még főzni a répát egy olyan jó negyed órán keresztül. Amíg itt föl a leves, addig megcsinálom a vajgaruskát, amihez 3 tojást fogok használni, ezt meg kell sózni, körülbelül ennyi sót tettem bele, és majd még lisztet kell hozzátenni, ezt először most fel kell keverni. Hát így szépen felverjük, mint egy tojás rántottát. Ehhez az egészhez egy pici vajat teszünk, amit így összetördelünk benne, tehát teljesen szét lehet benne nyomni a villával, és ehhez fogjuk most a lisztet keverni. Először hozzáteszünk egy 2 evőkanálnyit, és aztán látjuk, hogy mennyire lesz szükség. És akkor így szépen elkevergetjük benne, egy galuska tésztát kell kapnunk. És ebbe a mennyiségbe 6 púpos evőkanálnyi lisztre volt szükségem, és akkor így szépen addig kavargatjuk, még ugye egy ilyen homogén tésztát nem kapunk. Tehát ilyen az állaga. És simán, mint egy galuska tészta, vagy nokedli tészta. Valaki még babérlevelet is szokott beletenni, azt is olvastam. Tényleg annyi különböző módon lehet ezt elkészíteni. Lehet, hogy a tejfölt belehabarjuk, ugye liszttel, hanem az elején tesszük bele azt a nagy púpos evőkanálnyi lisztet, hanem a tejfölhöz adjuk. Mi azt utólag szoktuk a tejfölt, tehát nem belehabarjuk a tejfölt, meg nem tesszük bele, hanem utólag, mikor esszük, mindenki annyi tejfölt tesz hozzá, annyira eszik krémesen, amennyire szeretné. Eltelt a negyed óra, most beletesszük a gombát, ugye ez 750 g. Én ezt most kockára vágtam, és nem pedig csak így szeleteltem. Gomba formára. És akkor most még teszünk hozzá egy kis vizet. Most megvárjuk, amíg újra felforr a víz, és aztán már tehetjük is bele a galuskát, mert tulajdonképpen a gombával együtt ez simán meg fog már fölni. Most, hogy újra forr a víz, elkezdjük a galuska tésztánkat beleszaggatni. Ugye attól függően, hogy mekkorát akarunk, akkora kanállal veszünk, mert ez egy picit ugye nyilván még megfog egy picit még nyilván nőni. Tulajdonképpen a víz úgy is segíteni fog leszedni a kanálról a galuskánkat. Ha szeretnétek ilyen nagyon egyenleteset, akkor nyugodtan lehet nokedli szaggatóval is belerakni, ahogy ugye magát a galuskát vagy nokedlit készítitek. Ezzel a lyukacsos eszközzel. Mert nekünk sose zavar, hogy egyik kisebb vagy nagyobb, semmi nem lesz, nem történik. Ha azt látjátok, hogy szétesik nagyon amikor beleteszitek a vízbe, akkor semmi más nem kell csinálni, tenni kell hozzá egy pici lisztet. Ha szeretnétek beletenni tejfölt, vagy tejfölös habarást, akkor azt most kell beletenni a legeslegvégén. Hát ebbe szerintem egy kis doboz tejföl lehet, hogy elég is. Ja, mindig megint attól függ, hogy hogyan szeretnétek, akár még tejszint is lehet hozzá keverni, hogy még krémesebb legyen. Ilyenkor ugye megkóstoljátok még, mielőtt bármit beletesztek, hogy milyen az íze. Kell-e még bele só, vagy bármilyen más fűszer? Hát nekem még biztos, hogy kell bele leves kocka.
hogy még legalább kettőt bele fogok tenni. Kicsit én ilyen sótlannak érzem. És el is készült a leves, úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy tálaljuk. Köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, lájkoljatok minket, kövessetek, iratkozzatok fel, tudtok minket követni Budapesti Família néven mind a Facebookon, mind az Instagramon. Kommentben várom továbbra is tőletek a véleményeteket, illetve azt, hogyha ti másképp készítettek el, akkor azt hogyan csináljátok. Tudtok nekünk e-mailt írni, illetve levelet írni a nem látható e-mail, illetve levelezési címünkre, és természetesen találkozni fogunk egy következő videóban. Sziasztok!